kerékpáros ügyességi verseny, tűzoltóautó bemutató, kereszt bemutató, egészségügyi szűrések, új lenyomatvétel és még számos egyéb izgalmas program várja itt a Telepi Általános Iskolában a gyermekeket és a szülőket a sport, a rendvédelem és a művészet az esélyegyenlőség jegyében tartandó közbiztonsági családi napon. Megálltam a rendőrautóval itt a kapu előtt, és egy 10 percig néztelek titeket. Minden egyes gyereket figyeltem, hogy hogy kell állni itt az iskola előtt. Volt, aki körbe sem nézett, úgy szaladtát. Voltak, amik a szüleikkel együtt érkeztek. Hol van a rendőrség? Hogyan vélekedik a mai gyermekek? Mennyire tájékozottak például a baleset megelőzés terén? Szerintem tájékozottak, de van teendők bőven, ahogy a megnyitón is elhangzott a rendőrvezető szájából. Ugyan csökkennek, rendre csökkennek, évről évre csökkennek a gyerekeket érő közlekedési balesetek száma, viszont még mindig nagy számban előfordulnak, főleg egy ilyen városi környezetben, mint amilyen Budapest. Nagyon sok a gyalogos, illetve kerékpáros baleset a fővárosban, és ezért minden olyan alkalmat meg kell ragadni, amikor tudunk segíteni információk nyújtásával azzal, hogy ezeket elkerüljük. Hogy kell átkelni az úton, azt tudod, azt elmondod nekünk? Igen, hogy balra nézzünk kétszer, utána jobbra kétszer, és utána lehet átmenni. Megkeressük együtt a rendőrbácsikat? Igen! A családi nap egyik fontos állomása ez a 19-es szoba, ahol a rendőrség található, és különböző tesztlapokat lehet kitölteni, mint egyénileg, családosan, óvodák részére külön vannak a tesztlapok. Milyen ügyesek a gyermekek? Átlagos. Az egyik jobb, a másik rosszabb, ez átlagos, de ezt mondhatnám, hogy a rendőrség kiemelt figyelemmel kíséri a közlekedés biztonság szempontjából, hogy előadásokat tartsunk és oktatjuk is a kereszt az iskolákba. Mennyire tájékozottak a gyermekek a kábítószerek világában? Meglepődtem, sajnos nagyon rossz tapasztalatom van, hogy tájékozottak. Még mindig azt mondom, mert voltak, akik mondták, hogy jaj, nem tudjuk. Mondom, nem baj, ha nem tudod, de nagyon sokan sajnos tájékozottak. Úgy gondolom, hogy nekünk felnőtteknek sem árt így feleveníteni tulajdonképpen a kereszt tudásunkat. Bizony. Erről mik a tapasztalatok? Így van. Ezt mindig biztatom a felnőtteket is, és be is ismerik, hogy igen, ők se tudják a kresztet, elfelejtik, ismételnek, mondják is, hogy ismételnek. Gyerekkel együtt, ez a legfontosabb, hogy gyerekkel együtt vannak. És akkor a gyerek megösztönzi a szülőt, hogy igenis, hogy ő is tudja. És ha valamit nem tud a szülő, akkor a gyerek ráfogja, a rossz útján kitöltve a tesztlap, ez olyan aranyos volt már nem egy-kétszer, aztán mondja, anya, hogy nem jó, azt így lebuknak, hogy a szülő. Hogy a gyermek jobban tudja. Jó, így van. És az ön lánya is itt van. Így van, itt van a drága, elhoztam, mert ha van ilyen... Akkor most anyukaként is, és rendőrként. Így van. Szeretem ilyen helyekre elhozni, hogy ő is sokat tanul, elsős még, de is szeretek a gyerekekkel foglalkozni, nem csak azért, mert gyermekkel van, hanem tényleg szeretem is őket, és akkor így csupa jót tanul az én lányom is. Te meg tudod nekem közben mondani, hogy kiktől vesznek új lenyomatot? Enikőtől, tőlem. Hát akik bűnözők, kirabolták a bankot, ilyenek. És mikről hallottál, meg milyen bűnözők léteznek? Hogy kirabolják ékszereket, elrabolnak ilyen dolgokat. És azt tudod, hogy ez mire való, hogy mit csinálnak ezzel? Hogy ha megfognak például egy ékszert, vagy egy telefon, akkor a kezét így beízélik ilyen feketében, ilyen, vagy nem tudom mi az, és akkor össze tudják hasonlítani, hogy új lenyomatot. És közben kérdezzük is, hogy mi történik most itt a kislány ujjával. Hát bekentük, gyorsan száradon nyomta festékkel, és levettük a mutató ujjáról az új lenyomatot. Itt vannak a minták, ugye ezekben a 9 fajtában besorolható az emberiség összes tagja, úgyhogy ki tudják keresni, hogy az övéke melyikhez hasonlít. Hú, de te ugye nem követtél el semmit, nem fognak semmit találni. Nem. Olyan dolgokkal is megismerkedhetnek, amivel ritkábban találkozhatnak, ugye itt van a
az Országos Rendőrfőkapitányság részéről idehoztak olyan eszközöket, bemutatókat szerveznek, előadásokat tartanak, amivel nagyon ritkán találkoznak a gyerekeink, hiszen mindannyiunk érdeke az, hogy a közbiztonság érzete a gyerekeknek is erősödjön, illetve a közbiztonság tudatos viselkedésük az erősödjön. Mi ez? Tenyérlenyomatom. Tenyérlenyomat. És tudod, hogy kiknek szoktak ilyen tenyérlenyomatot csinálni? A kislányoknak. Szerintem nagyon jó úton haladunk, hogy ők úgy lépjenek ki innen az iskolából, hogy tudják, hogy mi az, amire vigyázni kell, és mire kell számítaniuk. Mire szokták felhívni a gyermekeknek a figyelmét, mikor elengedik iskolába? Nézzen szét az utcán, ne álljon szóba idegenekkel, figyeljen oda másokra is, és hogyha lehet, akkor kerülje el a veszélyes helyzeteket. Ezen a helyszínen mivel ismerkedhetnek meg a gyermekek? Ezen a helyszínen a Rádió Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesületnek gyakorlatilag az alapvető irányvonalával, azzal, hogy mivel is foglalkozik az Egyesület, azzal, hogy mi milyen segítséget tudunk nyújtani egyes társadalmi szervezetek részén kívül, még a állami szervek, állami hatóságok részére. Elvégben a fő profilja az Egyesületnek az a balatoni viharjelző rendszernek, a velencei viharjelző rendszernek a Fertőtő, Tiszató és a egyik legnagyobb tavunknak, a Balatonnak a viharjelző rendszerének a üzemeltetése. Akkor ez egy ilyen társadalmi szerepvállalás a polgárok biztonságáért szárazföldön és vizen. És ez mi ez? Nem tudom. És mit csinálnak a tűzoltó bácsik? Vezetnek. Hát van itt sisakok, kötelek, gáz, tűz, szerész, aztán van egy, meg tűzoltó készülékek. És mit csinálnak a tűzoltók? Hát elvileg eloltják a tüzeket, meg néha kimentik az embereket a házba, amik felégnek. Találkoztál már tűzoltóval? Hát igen, amikor el szoktak menni. Meg így családi napkor, mi most van.